Benike, hogy vagy? Jó, csak hát jó. Tiszkoztatom kell mi minden reggel. Amikor iskola van, akkor jön. Na, akkor nem. És gondolom, hogy hát ti most itt vagytok, nem otthon, de szerte a Kárpáthoz, abba bármára is tartózkodjunk, emlékeznünk kell és illik. Gondolom, ti a mai napot ezzel is kezdtétek, hogy eszetekbe jutott az egy fontos eseményre emlékezni. Bizony kötelesség, mert nektek kell majd továbbvinni mindazt, amit eleink életüket, vérüket adták, feláldozták a nemzet oltáron, a nemzet szabadságáért, az életüket is, vérüket is. És ennyit tőlünk is elvárhatnak ők odafenn az Erkek Birodalmába, hogy gondoljunk rájuk és emlékezzünk rájuk, hiszen akkora rést ütött akkor annak a rendszernek a falán, úgy gondolták, hogy soha le nem omolható falán nagy rést ütött a magyar összefogás és a magyar forradalmi szabadságharc mozgalmai. Attila között egész pontosan 5 fejedelmet keresünk és találunk. Ami, hogyha 30 évvel számoljuk, gyerekítsük, akkor durván 200. Meghalt Attila, a magyar király. Akik a világ szűnt fejedelemnek. A 450 tájékán, ebben az időszakban, jön 5 generáció, 6. Kárpát. Itt vagyunk már újra a Kárpát hazában, és kell még néhány rövid idő, amíg eljutunk Szemesvárra. Az a nemzetség, amelyik az országban Vizel jársz, Kósa? Nem vagyok Jesus! Black Jesus! Nem. Sokszög záródású szentét láttunk, azonban az Árpád-kori templom, az eredeti templomnál többi valószínű, hogy egy kör alapú ott látható a szentének az záródása az Árpád-kori, ami megmaradt. A második
fázis az a 15. században történik, amikor átépítik és keresztboltozatot kap ugye gótikus stílusban. A 16. században ugye Erdélynek egyik része, és hát nagyobb része, háromszék az éneken, protestáns vallással. Először református templom, majd később unitárius templom lesz. Többször rongálja meg a mennyezetet, a földrengés, az mondhatod. Széchenyi almája. Még egyszer. Széchenyi almája. Szemérmesen elpirulva. Hangosan. Jó. Mondhatom? Piros béli körte. Google. Mond. Te jössz. Következő. És végül, de nem utolsó sorban. Még egyszer.